Jó estét, kedves nézőink! Önök az NX TV adását láthatják, melyben az MML Liga török meddiát közvetítjük. Én jó magam, Varga István vagyok, operatőr társam, mindig Létai Attila. Üdvözölő is mindenkit! Na, hát akkor első helyről fog ugye indulni mindenféleképpen Takács Ákos. Második helyen rajtom majd el Marsa Nándor, harmadik helyről Varga Tamás, negyedik helyen Dénes Martin, ötödik helyről rajtol el a mai futamon Udvardi Martin, hatodik helyről Várajai Szabolcs, ha jól látom, hetedik helyről rajtol el, nem, bocsánat, hetedik helyről rajtol Szabolcs, nyolcadik helyről Benkő László, 9. helyről rajtól Kurdi Levente, 10. helyről Bocskai Tibor, 11. helyen Buzási, ha jól látom, nem, Teplán, elnézést, de 11. Buzási, 12. Teplán Gábor, 13. Dudai Péter, ugye a Raptorok egymás mögül rajtolnak, 14. helyről viszont Nagy Tibi fog, hát őt megszokott mindig hátulról rajtól, nem teljesen hátulról, mert 15. helyről indul Rajcsányi Gábor, és 16. helyről Tóth Geri. Kicsit meglepő, hogy Tóth Gergő hátulról fog rajtolni, de Tibir nem lepődünk meg. Tibiről tudjuk, hogy ő hátulról szeret a mezőnyön keresztül gázolni és mindenkit végigalázni. Hát reméljük, hogy ez ma este is így fog történni. Ugye Takács Ákos egy új pilóta, amit látom. Jó bemutatkozás lehet ez részéről, hogy már is az időmérő eredménye alapján ugye első helyre kvalifikálta magát. És első helyről rajtulhat a Red Bull színeiben. Hát Marsa Nándor második helye, ez nem lep meg annyira, de Varga Tamás harmadik helye sem. Inkább az újonc neve Takács Ákos. Hát kíváncsi leszek rá, hogy milyen versenyt fog tudni futni. És ugye már fel is értek a rajtrácsra. És beindult a gumimelegítés, sőt Marsa Nándor gázt ad, és közben az első kerekeket hevíti olyan módon, hogy állóra fékezés tolja az autót maga előtt. Hát szép a mezőny száma is, ugye 16. Bár remélhetőleg még lehet, hogy lesznek ennél többen is. Miközben kigyulladtak a piros lámpák, nézzük Takács Ákos rajtját, jól kapja el, nagyon jól, Varga Tamás le is rajtolta Marsa Nándort, így már följött a második helyre, és Dénes Martin átvette a harmadik helyet, Varga, nem, bocsánat, kitől is, nem láttam, Marsa Nándortól. Igen, ez meglepő számomra, de hát így jó, megy a harc rendesen. Hát a harmadik helyig, úgymond, hát Varga Tamás támadja az első helyen álló Takácst. Közben Marsa Nándor kicsúszott és meg is pörgött. Martin Dénes autója borzasztóan füstöl, és ott elégett egy autó. Györfi József autója lángra lobbant. Az szépen megsüti a szalonnát, amit hozott magával. Hát neki a versenyének úgy látom, hogy ennyi. Hát ezért kár volt, pedig jó rajtot fogott. Hát az első kettő kezd elnyúlni már a harmadik pozíciótól is. Ők kettő nagy csatát fognak vívni, ahogy nézem. Most az első, második helyen lévő pilótákat nézzük. Ugye Takács Ákos, Varga Tamás személyében. Ákos jól fogta ezt az ívet, nem tudott Tomi bevágni mellé, de a Ferrari-nak szerintem gyorsabb lesz a végtempója, illetve nagyobb. Valószínűleg el fog tudni menni mellette. Hát nézzük ezt a féktávot, hogy fogja tudni Tamás megoldani. Hát nem sikerült még most sem, lehet, hogy megvárja a célegyenest, illetve a középső szektort, úgy láttam, ott Varga Tamás gyorsabb, mint Takács Ákos. De itt jobban kapta el a kigyorsítást Varga Tomi, és már támadja is Takács Ákost. Ő van jobb íven, ugye Varga Tamás belső íven, de Takácsnak kicsit nagyobb a végtempója, de előbb el is veszi a gázt, így Varga Tomi átvette az első helyet, és Takács már vissza is próbál támadni hátulról, ugye szélárnyékozni próbálna. Úgy látszik, be is fogja tenni mellé féktávon, nem, mégsem.
Varga Tomi így átvette az első helyet, és meg is tudta tartani eddig a pozícióig. Emeljünk egy kicsit hátrébb, valami történt, mert ugye nagyon sokan boxban vannak, jelenleg Durai Péter is, és Marsa Nándor is egy 13. helyen boxban csücsülnek. Valamiről lemaradtunk, és akkor nézzük Nagy Tibit a 10. helyen, ugye a 14-ről rajtolt, és már támadja Teplán Gábor, aki ugye a 9. pozícióban van. És ugye ő előttük megy még Búzási Dániel is, Kúdi Levent és Benkő László. Hát egy jó hosszú vonat alakult itt ki. Várajai Szabolcs is benne van, és Udvardi Martin is. Na nézzük akkor Teplán Gáborékat. Nem, bocsánat, de Teplánékat, így van. Nagy Tibi már támadja Teplán Gábor célárnyékból. Ugye az első mért ponthoz értek el most ebben a pillanatban, és szél árnyékot próbál Tibi fogni, de itt mellette nincs szélárnyék, ezt jól megmondtam. És Teplán összeér. Teplán kiüti. Az a baj, az ő autóját nem lát, Kurdi Leventét, nem látom az autójának a nevét sajnos. Így Kurdi hátrébb csúszik jóval, mint ahogy eddig állt. De egy Rajcsányi Gábor átvette a 9. helyet Teplán Gábortól, míg Nagy Tibi átvette a 8. helyet. Ez így nagyon jó Tibinek. Hát ugye Tibinek ez a taktikája, hogy hátulról jön előre gyorsan, minél hamarabb, és szépen keresztül gázol a mezőnyön. És elég érdekes kis taktika, de eddig úgy látszik, hogy neki mindig beválik. Hát reméljük, hogy ez most is így lesz. És tudom, keresünk valamit. És Teplán Gábor előz éppen Rajcsányi Gábort. Szépen el is ment ugye az első mértpont előtt. Gyönyörűen megoldotta ezt a dupla kanyart. Na hát ő náluk így úgy néz ki, hogy egyelőre ennyi. Nagy Tibi próbálja, ugye a 8. helyen van Nagy Tibi, próbálja a 7. helyen Búzásit utolérni és Benkőt. Próbál velük lépést tartani. Búzási hát tartja eddig a távolságot, de ő előttük kettővel van egy kis csata. Méghozzá a 6. helyen Benkő László és Várajai Szabolcs. Ők vannak sokkal közelebb egymáshoz. Ahogy nézem, Udvardi Martin autóját nagyon füstöl. Remélhetőleg kibírja, nem fog elszállni ez a motor. Hát itt durván mindenki az előtte haladóhoz 6-7-8 tizedre, illetve 1 másodpercre vannak egymástól. Jó hosszú vonat alakult ki. És akkor ugorunk vissza Nagy Tibire. Nézzük, hogy Búzásit hol tudja megtámadni. Búzási félrehúz. Búzási félreáll. Vajon miért? Elengedte, úgy érezte, hogy történt valami kettejük között, vagy még csak szeretné, hogy történjen valami, nem tudom. De átadta a helyét Nagy Tibinek, így a 7. helyre föl is jött, és már üldözi Benkő és Várajai duettet. Érdekes egy jelenet volt, sajnos az okát nem tudjuk. Már kíváncsi lennék rá, hogy miért tette ezt. Hogy? Igen, hát a nagy név, ugye Nagy Tibor, nagy név. Itt szépen Búzási átengedte Nagynak azt a helyet. Ugye a Tibi jó, a Tibi szép, és a Tibi tökéletes, ugye címszóval. Hát úgy látom, hogy itt az idő hármójuk között, Várajai, Benkő és Nagy között talán stagnál, vagy egy icipicit Tibi közelebb került Benkőhöz. Most megnézzük, hogy a szélárnyékon föl tudja húzatni magát. Igen, közeledik rá szépen. 307, 8, 9, 10, 12-ig Nagy Tibi 312-es tempóval is el tud fordulni. Nem, túl nagy volt, de megtartja azt a helyet, 6-at vagy sem. Igen, úgy néz ki, talán így van. Ha Benkő nem megy rá a rázakőre, akkor lehet, hogy visszaveszi azt a helyet Nagy Tibitől. Hát ez a csata, ez átment. De Benkő támadja hátul Búzási Dániel, ugye 7.-8. pozícióban. De Búzási hibázott, túl hosszú féktávot vett, így Benkő elnyúlt tőle egy picit. És így Nagy Tibi is nyúlik már folyamatosan. Így hát most az 5. helyen Várajai Szabolcsot kell csak megfogni Tibinek. Meg még a többi 4-et előtte. De az esélye megvan rá. Na nézzük, a 7.-8. helyen maradt ugyanaz a távolság. Körülbelül nézzünk előre egy picit.
Mindjárt Varga Tomi az első, átvette a helyet Takács Ákostól. De Takács Ákos tartja a lépést, sőt az első előző körében jobb kört ment, mint Varga Tomi. 4/10-del gyorsabb volt. Varga Tamás 1:30,701-et ment, míg Takács Ákos 1:30,300-at. Az jobb idő. Nem sokkal, de sok kicsi sokra megy címszóval. Viszont Takács Ákosnak jobb a végtempója. Ugye Varga Tomi úgy néz ki, hogy a középső szektor állított az autóját, és inkább a kanyargós részeken tapadjon jobban, mint végtempója legyen. De ez Takácsra hajtja, Takács malmára hajtja ezt a vizet címszóval. És ugye kiesőink Bocskai Tibor, Tóth Gergő, Györfi József, hát ők hárman már ki is hullottak az elejéről. Hát nem tudom, mi történt, biztos valami nagyobb baleset történhetett, amit mi sajnos nem láttunk. Ugye egy autó ezek között leégett, így van Györfi. Már bocsánat, csak közben az operatőremmel beszélgetek, ezt őnek nem hallják, mert hogy azt higgyék, hogy magamban beszélek. Bár így hallatszik, hogy magamban. Igen. Na hát kapjunk a 11. helyre Kúdi Levente és Rajcsányi duó. Összecsapnak itt az erők. Nézzük, hogy a McLaren vagy a BMW lesz gyorsan. Egy 31.5.16 volt Kúdinak az előző köre, míg Rajcsányinak 1.32.7. Elég nagy különbség a kettő között. Hát nézzük, itt lesz ez a hosszú egyenes. Majd ugye a tört sikán után, de itt már nagyon közel van hozzá, Rajcsányihoz. Kúdi Levente, nézzük, szélárnyékozik egyet. Nézzük, el tud-e menni mellette, gyorsabbnak tűnik eddig a pillanatig, de nem elég a szélárnyék, úgy néz ki. Hát Rajcsányi Gábor 310-zel tudott menni, de elfékezi a féktávot, és így Kúdi Levente be tud vágódni mellé szépen külső ívről. Most ő van jobb pozícióban belsőben, és meg is van Kúdi Leventének a 10. hely. Na hát ennyit erről. Előttük ugye a 8. és 7. helyen Benkő László, Búzási Dániel, ők is lőtávolban vannak. Durván kettejük között a különbség 3,6 másodperc. 3,3 század, bocsánat. Talán összehozom. Hát ők elvesznek egy darabig. Nézzünk körül, merre mi a helyzet. Hát nagyon máshol nincs semmi. Egyelőre. Akkor maradjunk 8. helyen. Oké. A Nagy Tibi ugye még mindig tartja ezt a 6. helyet, de Szabolcs kezd egy kicsit elnyúlni. Sudvardi Martin is nyúlik el szépen Szabolcstól. Dénes Martin a 3. helyen van. Előtt ugye Takács Ákos és ő előtt ugye Varga Tamás, ő az első 3. Durai Peti sajnos a 13. helyen van, úgyhogy akkor menjünk végig így a mezőnyön hátulról visszafelé. Ugye a 13. helyen Durai Péter, jó nagy hátrányban. Míg a 12. helyen ugye Marsa Nándor, bár ugye Durai Peti volt boxban, ugye belekeveredett ebbe a balhéba, ami volt az elején. Száncserén esett át. Aztán 11. helyen van Rajcsányi Gábor. 10. helyen Kurdi Levente. 9. helyen Teplán Gábor. 8. helyen Benkő László. 7. helyen Búzási Dániel. 6. helyen Nagy Tibor. És közeledik egy picit talán Várai és Szabolcsra, aki az 5. pozícióban ül. Ugye 4. helyen áll jelen pillanatban Udvardi Martin, aki pont hibázott egy picit. És ő előtte ugye már a 3. helyen Dénes Martin.
ugye az első hármat már felsoroltuk. Durai Petinek vannak egyéb gondjai, ahogy elnézem a pályán. Lehet, hogy gumi problémája van, nem tudom. Ugye ő a 13. helyen van, és folyamatosan csúszkál az autója. Lehet, hogy sérült, de még talán füstöl is az az autó egy kicsit, ha jól látom. Hát igen, egy minimális visszáll ki abból a, az autóból. Na és hát tiszteljük meg azért a liga vezetőket azzal, hogy Teplán Gábort 9. helyen megnézzünk vele egy kört, hogy teljesít ezen a pályán, ami ugye nem egyszerű pálya, főleg a célegyenes végi féktáv és az azt követő 3-as, 4-es kanyar. Itt nagyon fontos, hogy milyen íven tudott tartani az autót. Ugye itt van az első mért pont, P0-s tábla után egy picivel a 100-as tábla környékén, így van. Ez is egy nehéz féktáv, ez a domnak fölfele. Ha túl nagy lendülettel mész be, akkor kicsúszok, ha túl kevés, akkor nagyon nehéz kigyorsítani, ugye egyértelműen domnak mész fölfele. És van itt ez a tört bolos, ugye, melyben 4 törés van folyamatban. Ezt nagyon nehéz eltalálni, úgyhogy ezt tempóval át tud vinni, ami időben is jó lesz, és ez is egy nehéz féktáv, itt egy lejtőnek lefelé kell haladni, és van benne egy dölés, ami egy kicsit megvezeti az autót, úgyhogy csúszik a kerék, és Tepi egy picit hibázik. Innen fogva meg már nem olyan nehéz, talán az utolsó két kanyar, az is egy ilyen sikányszerűség, azt még nagyon nehéz féktávon fogni, és jó kigyorsítani, mert ugye nagyon nagy a dölés a kanyarba, illetve a kanyarszög. És itt ki is megy egy kicsit Tepi a pályán kívülre 4 kerékkel. És akkor menjünk vissza ugye a másik Raptorra, illetve a másik liga vezetőre, ugye Durai Péterre. És nézzünk meg vele is egy kört. Ugye neki 1.33.386 az eddigi köre. És hát az előző köre. Jó nagy hátrány az élen haladókhoz képest. Bő 2 másodperc. Néha olyan érzésem van, mintha nem is nyomná neki annyira a motor hangból ítélve. Pedig nyomja, mint süket az ólajtót. Na most 36.349-es kört ment, ami borzasztó lassú. Szerintem gondjai vannak. Nem egészséges ez az autóhang. Nekem úgy tűnik. Igen, érdekes jelenség, hogy túl gyorsan elváltja a fokozatokat. Ennek két oka lehet. Vagy az üzemanyag, vagy a túlmelegedett motor, és nem akarja leégetni, és inkább rövidebbeket vált. Ugye így nem is lesz akkor a tempója, és pont egy hiba látható tőle. Kicsit megúszott az autó feneke. Kapcsoljunk akkor vissza. Aha, kapcsoljunk csak a 10. helyre. Kúdi Levente és Teplán Gábor. Kis duett beindult. Nézzük, hogy Kúdi Levente milyen hamar hámozza magát át Teplán Gáboron. Nagyon nagy tempóba közeledik Tepihez Kúdi Levente. És hát ez is egy érdekes jelenség volt, nem tudom ezt hova tenni, mert második ilyet látom ma az MMM-en belül. Egyszer ugye Nagy TV, most meg ugye Kúdi Leventét engedték így el. Lehet a bajnokság végkimenetelében való negatív hozzáállást akarják így elkerülni. Nem akarnak gondot okozni. Vagy egyéb műszaki problémája lehet esetleg a Tepi és Dudai párosnak, akár egy rossz setup betöltés is okozhatja.
Nem tudom mire vélni, mindegy, ne is foglalkozunk ezzel igazából. Menkő László 8. helyen jön ki épp a boxba. Nézzünk meg egy box utca belépést és egy box utcában való munkát. Gumicsere és hasonló egyéb okosságok. Hát ezt nem tankolták túlságosan meg ezt az autót, gumikat is hamar sikerült lecserélni a szerelőknek. Illetve bocsánat, csak gumit cserélnek. Nem füstölnek ezek az autók. Elég minimális hűtővel mehetnek, hogy még gyorsabb köröket tudjanak futni. Ugye most 9. helyen Várajai Szabolcs érte utol Teplán Gábort. Ugye Szabolcs boxból jött ki. Tepi még nem volt, és a 12. körben járunk. Valószínű, hogy elég kopottak már azok a gumik, és azért tudják ilyen könnyen áthámozni magukat Teplán Gáboron. Jó, ez szinte húzza magát rá Tepire. Hát a friss gumi látszik, hogy sokkal jobb a kigyorsításokon, illetve a féktávokon is. Tudta, akkor a tapadása van Várajainak, mint Tepinek. És Várajai már támadja is Tepit a célegyenes ráfordító előtti két kanyarban. Szerintem a célegyenes végén meg is próbálkozik vele. Így van, sokkal jobb kigyorsítás fogott Várajai Szabolcs, mint Teplán Gábor. Nézzük, hogy a féktávon Szabolcs bemeri-e tenni az autót Tepi mellé, bemeri tenni, és Tepi éppen, hogy el tudta rántani, hogy ne ütközzenek össze Szabolcssal. De Tepi már vissza is támad. Talán is próbál. Hát úgy látszik, ez a csata is elúszott. Várajai nyert. Tepivel szembe sajnos. Körülnézünk egy kicsit elől is. Hát elől is szétszakadtak nagyon. Jó nagy távban utaznak. Na egy újabb csata, 11. és 10. helyen Benkő László és Rajcsányi Gábor. Hát eddig az újonc jó teljesít a második helyen, ugye Takács személyében. Itt nagyon nehéz egyébként ezen a kanyar kombináción átmenni szélárnyékban. Rajcsányi csúszott meg a szélárnyéknak, nem köszönhetően, mert Benkő volt szélárnyékban. Igen, a szélárnyék nagyon meg tudja húzni az autókat. Rajcsányi hibázik. Nem hallom. 11. 10. helyen. Takás Csákos jól tartja a pozícióját. Nem is nagyon nyúlik el Vargától. Körülbelül ugyanaz a távolság. Kettőjük között ugye második és első helyen. Kicsit szétszakadtak. Na közben Marsa Nándor veszi át 11. pozíciót Rajcsányitól. Úgyhogy a 11., 10., 2. helyen lévő két pilóta csatázik hatalmasat. Most egy pillanatra Rajcsányi visszavette a 11. pozíciót Marsa Nándortól, de ezt Nándi nem fogja szó nélkül hagyni. És egy kicsit oda is pörkölt, úgy rendesen Marsa Nándor Rajcsányinak, de Rajcsányit ez nem zavarta meg, annál inkább Nándit. Igen, a füstölés ez engem zavar egyébként, mert bizonyos szakaszokon füstölnek az autók, nem tudom, hogy minek köszönhetően. Lehet, hogy túl sok effektet használok, és csak illúzik a szemem. Igen, és épp azt nézem, hogy melyek azok a szakaszok, ahol füstölni kezdenek az autók. Ugye a hosszú egyenesekben nem, mert azt jelenti, hogy a hűtést kapja a motor. Viszont a kanyargós
lassabb szakaszokon elkezdenek füstölni. Ugye Rajcsányi autójából láthattuk az előbb, de lassan Nándor visszaérkezett Rajcsányira, ugye a hibáját követően, és már szélárnyékozik. Közben Teplán Gábor kint van a boxban. Nézzük, itt valahol kezdett el füstölni az előbb Rajcsányi autója. Ez ugye arra ad okot, hogy alacsony hűtővel mennek, és kockáztatnak. Rajcsányi hibázik is egy picit, Nándi ezt ki akarta használni, de nem sikerült, majd talán most megpróbál alávágni. Meg is teszi, és nézzük, hogy mennyire lesz Nándi erőszakos. Hát Rajcsányi erőszakosabb volt, mint Nándi egy pillanatra. És nézzük, Nándi megint szélárnyék, féktáv. Hát ezt egy kicsit elrontotta Rajcsányi megint. Na nézzük ezt a négyes kanyar kombinációt. Nándi mennyire fog ebből jól kijönni, úgy látszik jobban ki fog belőle jönni, mint Rajcsányi. Így van, ki is sodródik egy picit Rajcsányi, és Tepi, oda nézzünk, honnan megjött. Teplán kilőtt, mint a raketta. És még Rajcsányi is visszatámadja Marsa Nándort. Hát Nándi erre nem számított szerintem, de Rajcsányi sem. Teplán megérkezik, mint a menkő. Sávba hagyta a két pilótát szinte az egyenesben. Nem tudom, honnan jött, vagy kilőtte valaki hátulról. Mondjuk igen, boxban volt, és Marsa Nándor és Rajcsányi összeérnek, Marsa lecsúszik a pályáról. Kis gumifüstöléssel vissza is húzza magát. Ami természetesen Marsa Nándor hibája volt, nem hagyott elég helyet Rajcsányinak, ugye az ő autója volt előrébb, és a szabály is úgy mondja, hogy fél autó hosszal előrébb van az autód a kanyarban, neked van előnyöd. Illetve annak, akinek az autója előrébb van, mint a mögötte haladóé. Nándi, ez Nándinak ez a harmadik hibája, amit én látok. Lehet a gumi itt is. Ja, és elfelejtettem, hogy Marsa Nándornak ugye van 25 kg plusz súlybüntetése az előző futamról. Ugye, hogy ponttáblázatban szorosabb legyen a mezőny. De már kezd visszajönni Rajcsányira. És Rajcsányi egy pici hiba. Nándi ezt kihasználja szépen, ő gyönyörűen át tudott menni ezen a kanyar kombináción, és el is tudott szépen menni mellette. Ennyi egy hiba ebbe a kanyar szekcióban. Nagyon sokat lehet ott bukni. És szerintem itt Rajcsányinak ez el is úszott. Nem fogja tudni Nándit utolérni. Most kíváncsi leszek, hogy Nándi milyen hamar éri utol Tepit, aki úgy megy, mint a szélvész. És a semmiből teremtette magát ide, és már a 9. helyen van. És Rajcsányinak úgy látom gondja van. Nagyon füstöl az autója. És jön is ki Rajcsányi a boxba. Hopp, és a boxot se találja el. Elsőre, inkább a gumifala. Hát, igen, gumi, én arra gyanakszom, illetve egy elváltás is volt benne. És majdnem azt mondtam, hogy 12-ből 11-be rakta vissza, de ez hülyeség. Elég hosszan is van a boxban. De igen, jön vissza a pályára. Varga Tamás már kört adott Rajcsányi Gábornak, és Takács Ákos is, és még talán a harmadik helyen, ja nem, a Dudai Péter is kört kapott már. Igen, látszik, hogy a hűtők miatt füstölnek az autók, sokáig áll, nincs hűtése, akkor füstölnek. Na, kapcsoljunk csak gyorsan a hetedik helyre, Nagy Tibi, Udvardi, Martin és Kurdi Levente, hárman a célegyenesben egymás mellett. Nézzük, hogy Nagy Tibi mennyire lesz erőszakos és kemény gyerek. És ott tartja az autóját, gyönyörűen elment mind a kettőjük mellett, Udvardi Martin és Kurdi Levente mellett is. Hát Tibi ezt szépen megoldotta, és már az ötödik helyen van. De Udvardi hopp, egy picit megérintette Nagy Tibit, majdnem meg is pörgette. De Nagy Tibi meg tudta fogni az autót. Ez gyönyörűen megoldotta a Renault pilótája. Hát Tibi is megy úgy rendesen.
Ja, ne felejtsük, hogy a 14. helyről az 5. helyen van már, az 11 pozíció. 9, bocsánat. Hát akkor órán hiányoztam. És ugye Nagy Tibi előtt ott van Szabolcs, Várajai Szabolcs, és nagyon érkezik rá. Hát erre kíváncsi leszek. Ugye megöttük Udvardi és Kurdi már leszakadni látszanak. Hát Tibinek is van egyfajta tempója. És ott van Várajai Szabolcs mögött, ugye a csapattársa mögött, és már támadó közelségben, a célegyenesben már egy másodpercen belül vannak. Most Tibinek nem tudunk számolni sajnos, jelen pillanatban, hogy ezt egyedül kell megoldja. A 19. körben járunk. Hát nem tudom, durván a fele lehet. Nézzük, hogy Szabolcs meddig tartja Tibit. Vagy Tibi előzékeny marad-e. És jól csinálja Tibi, ebbe a kanyarba vissza kell egy fokozatot váltani. Míg Várajai Szabolcs ezt nem tette meg. A hatodikba fordult végig, míg Nagy Tibi visszaváltott ötödikbe. Nagyon jól kapta el a gyorsítást Nagy Tibi, és már ott ül a hátsó szárnyán Szabolcsnak. És itt jön ez a hosszú egyenes, egy pici dombal, egy kis tempóvesztése lesz Szabolcsnak, amit Tibi ki tud használni szélárnyékba. És már be is tettem elé, és már mellette van egy egész autó hosszal. De Szabolcsot ismervén ezt nem fogja szó nélkül hagyni. Így van, nem is hagyta. Tibi itt nem volt erőszakos, bár a saját csapattársával nem is lesz. De a kigyorsítás megint jobban fogja meg Tibi, mint Szabolcs. Nézzük a célegyenes végi féktávot. Kibújik szélárnyékból. Szabolcs van még előrébb, Tibi jól kihasználja ezt. Tibi megvan, megvan a pozíció, Tibi a negyedik. A mi Tibink. Hogy szokás mondani? Tibi jó, a Tibi szép. Tibi tökéletes. Közben Udvardi Martin is megérkezett erre a kettősre, és már támadja Szabolcsot hátulról. És őket nem sokkal lemaradva követi Kurdi Levente is. Nézzük, hogy Szabolcs meddig tartja Udvardi Martint. Nem tudom, Szabolcs mikor volt boxban. Körülbelül most a 20. körbe járunk. A Tibi szépen átni, és Udvardi nagyon közeledik Szabolcsra. Ha itt megint ront Szabolcs és Udvardi Martin, amit közelebb kerülhet hozzá, de most jól jött át Szabolcs ezen a kanyaron. Nincs annyi tempó fölénye Udvardinak, a szélárnyéknak köszönhetően sem talán, hogy támadhassa Udvardi ugye Szabolcson. Nem, ez még kevés volt. De egyre közelebb van hozzá. Tibi nem tud ellógni egyelőre Szabolcstól, míg Udvardi Martin hibázott egy picit és leszakadt. És most viszont kezd Szabolcs visszajönni Tibire. Lehet egy újabb helycsere? Azért kíváncsi vagyok. Valószínűleg tartom, hogy Szabolcs menekül. Lehet megpróbálja Tibi szélárnyékát kihasználva kicsit felhúzatni magát, úgymond. Leszakadja jobban Udvardi Martintól. Benne van ez is a pakliba. Bár ez a távolság a két pilóta között
nem igazán alkalmas erre a húzatásra, úgymond. Nem elég a közelség a szélárnyékhoz. Hát igen. Ugyanaz a végtempó két pilóta között, Tibi és Szabolcsnál is. De viszont nem elég. És Duardi Martin megint itt van. Duardi Martin megint lőtávolba kerül Szabolcshoz. Egyre közelebb kerül hozzá. Készülődnek a srácok valamire. Ről én nem tudok. Vagy úgy vannak oda, hogy igyekeznek, mert aztán hamar feküdni kell, pihenni. Most Tibi megint elkezdett ellógni. Picit úgy látom, hogy az egyik szektorban, illetve két szektorban Tibi gyorsabb Szabolcsnál. Így van, most Tibinek nagyobb a lépés előnye Szabihoz képest. Szabi valószínűleg egy picit hibázott, valamelyik kanyarban nem tudott úgy kigyorsítani. És ugye Udvardi Martin is ott van a lohol a nyakán. És most inkább arra kell figyelnie, hogy Martint maga mögött tartsa. De ez kéne Tibi, hogy legyen szélárnyéka. Közben úgy láttam, hogy a harmadik helyen nem történik semmi, csak átvertek, ott egy leködözés történt. Na és akkor nézzük, Udvardi Martin betámadja Szabolcsot. Ebben a hosszú egyenesbe. De Szabolcs okosabban bent tartja az autóját, mint Udvardi. Udvardinak lehet, hogy irányt kellett volna váltani, és egy kicsit berántani Szabolcs elé az autót, hogy a pozíció az övé legyen. De ez nem ért be. Szabolcs úgy látom küzd egy kicsit. Még Udvardi Martin is jön fölfele. Ugye jól emlékszem, hogy a Várajainak is van súly. És nem a feng súly, hanem a sima súly, pedig nincs itt a súlyok, Norbi. És súly nélkül menne, mert súlyozva van amúgy is. Hopp, Udvardi Martin egy kicsit bebicskázott kigyorsításnál. Ez jó lehet nagyon Tibinek, mert úgymond Szabolcs békén hagyja és tudja a tiszta köreit futni. És ugye Tibi kezd ráérkezni Búzásira, ugye aki a harmadik helyen van. Mondjuk kettejük között van egy lekörözött személy, ez még a Tibinek jól is jöhet. Kicsit föl tudja magát szivatni. Nem idegileg, nem sebességben. És Varga Tamás az első helyen boxban jön ki a boxból. Most erre kíváncsi vagyok, hogy a Takács hova tűnt? Ott jön Takács Ákos, ott jön, visszajön. Varga Tamás akkora előnyt autózott ki az első kiállásáig, hogy visszajött az első helyre. És van kb. 4 másodperc előnye Takács Ákoshoz képest, ami azért nem kis fölény. Hát Udvardi Martin próbál még mindig Szabolcs mögé kerülni. Illetve még közelebb kerülni hozzá. Szabi egy picit hibázik megint ebbe a kanyarba, ami Udvardi viszont jól jött föl. És itt most egy kis szélárnyékot is tud fogni, nézzük. Igen, egyre közelebb Udvardi Martin Szabolcshoz képest. Még mindig nem elég. Na most szélárnyék. És most Udvardi bepróbált belőle bejönni, de nem összeérnek. És Udvardi épp, hogy megtartotta az autót, azt hittem megpörög. Nem értek össze? Akkor
Elnézést, én úgy láttam külső nézetből, hogy összeér a két autó, de nem, csak féktávon megcsúszott. De gyönyörűen megtartott az autót, így nem pörgött meg. A Stibi-tibi az nyúlik el szép lassacskán. Uvardi Martin megint közelebb Szabolcshoz. Jó, és Uvardi kigyorsításon egy kicsit driftelt. Hát ez így megint egy kis hátrány számára. Tibi a szépen elúgott várajaitól. Ugye ne felejtsük el, hogy így Tibi már a harmadik. És most jön a Matek 11 helyjel van előrébb a rajtjához képest. Most jól is számoltam. És Dénes Martin is kiállt. Közben. Jó, és Teplán Gábor nem tudom mit kever ott, ahol éppen van, nem tudom, hanyadik helyen, nyolcadik helyen. Éppen kidöntött egy-két sebességjelző táblát, lehet, hogy zavart a látvány. És a kilencedik helyen támadja is Kúri Levente. Szélárnyékból kibújik, de nem elég a féktávon, de Tibi, vagyis Tepi elhibázza, és Kúri ezt szépen kihasznált, és át is vette tőle azt a nyolcadik pozíciót. Teplán próbál még lépést tartani Levivel. De nem elég. De Kúdi hibázik és Tepi ezt nagyon jól ki fogja majd használni. És beteszi belső ívre, nézzük. De szoros, de nem. Kúdi jobban gyorsított ki, Tepi nem merte tovább engedni ezt az autót, nehogy összeütközzenek. Hát innentől fogva Tepi arra várhat, hogy megint hibázik Kúdi, és megint sikerül, mert megint hibát követett el. Na most nagyon közel lesz a szélárnyék által a féktávon, de nem fogja betenni oda Tepi az autót, de beteszi. Jézus Isten, hol fog el? Nem megy el. Ah, de kár. A szélárnyékon tartja az autót, de sokkal jobban gyorsít ki Kúdi Levente, mint Teplán Gábor. Szélárnyék kibújik mellőle, most Tepi van jobb ívem. A jobb pozícióban, csak el ne fékezze. De egy kicsit elfékezte. De Kúdinak nem lesz elég, de elég lesz. Nem elég. Jézusom, most elég vagy nem elég? Döntjük-e? Nem elég. Tepi kigyorsítása jobb, mint Kúdié. A kettő autó pont fél hosszal van előrébb Teplán Gábor autója, mint Kúdi Leventé. De Kúdi ott tartja az autót. De szép ezt látni. Kúdi már hátrébb van egy picit Tepitől, de erőszakos, és Tepi megcsúszik, és meg is pörög, és ennyi. Kár ezért a pici hibáért. Egy nagyon szépet csatázott. Közben megérkezett Marson Ándor is Tepi mögé, és az egyik ideg lépésből ki bele a másikba. De kár volt azért a csatáért így. Nagyon ritka ilyen test-test elleni küzdelmet látni, és Marsa Nándor már támadja Teplán Gábor. Ott tört balosokban, de Marsa egy picit hibázik, Tepi nagyon jól el tudott nyúlni tőle így. Hamarosan visszatérünk ide. Mindig körülnézek. Várja az ötödik helyről boxban van. Egyébként semmi akció. Akkor maradjunk a tizedik helyen. Marson Ándor és Teplán csatán.
Hát ha most Tepi ezt el tudja játszani újra, mint az előbb, nem a kicsúszást, hanem a csatározást. Tepi egy icipicit cikázik, csak hogy ijeszgesse a hasát. De Lándé nem az az ijedős fajta. Nem ijed meg az árnyékától. De erőseket fékeznek mind a ketten füstölőre, illetve állóra fékezik a kerekeket. A Tepinek most megvan a gondja. Az előbb Kurdi Levente, most meg Marsa Nándor. Jó, és Tepi hibázik. Kicsúszik, és Marsa ezt gyönyörűen ki fogja használni. Így van, el is ment már mellette. De Tepi azért féktávon szerintem bepróbálkozik az ismeretlennel. És Tepi szélárnyékban. Kibújik meg ülle. Nézzük a féktávot. Okosan csinálja el Tepi. Igen, igen, mind a ketten kicsit túlsodródnak, de Marsának jobb lesz a kigyorsítása, mint Tepinek. De Tepi alá fog vágni, nem. Tepi átvert és bement a boxba. Kösz, Tepi. Így hát akkor ennek a csatának is vége. Kapcsoljunk az első helyre Varga Tamásra, és nézzünk meg egy kört vele is. Néma csendben. Nem merek ne, hogy megálljon. Mélem nem áll meg. Közben megjött Nagy Tibi is. Egy-két mondatot elkapok tőle. Így az adás. Hány körös volt a futamotok? Hú, most így belegondolva 41-re, emlékszem. Jó van, Tibi. Na, és ha már itt vagy, akkor ugye a taktikád az, mint mindig is, az megszokott, te nem szeretsz a középmezőnyből vagy az élmezőnyből rajtolni, hanem szeretsz hátulról, ugye a nyugdíjas klubból rajtot venni. És hát úgy látom jelen pillanatban ugye, hogy a harmadik helyen tanyázó, kifizetődő neked mindig ez a taktika egyébként? Hát általában beszélt, hogy én igen, megpróbálok mindig kevesebbet kivágni, hogy minél jobban tudjuk felvászkodni a gyermezőnkbe. Hát én sem úgy tűnik, hogy ennyi mindig bejött. Remélem ez bármit akkor. Így van, közben Varga Tomi leelőzte. Lekörözte. Teplán Gábort. Na nézzünk külül egy kicsit hátrébb. Akkor megtiszteljük még egy kicsit jobban Tepánt Varga Tamást, és egy Néma Levente című kis fejezetet lemutatunk. Megnézzünk vele egy-két kört, megtiszteljük őt ezzel, hogy végigvezeti a futamot eddig. Hát ebben a három körben nem történik semmi vele. Mi történt Tibi az elején, amiről mi lemaradtunk? Volt ott hátul egy baleset? Így van, már ugye a felvezetőnél elkezdődött ez a kis galiba. A futam rajtjánál már ketten elfüstöltek, ugye Bocskai Tibi és az első, Bocskai Tibi már a rajt után elfüstölt, Tóth Gergő
Gergely pedig Gerike a első kanyar után püspölt el. És utána pedig, ha jól emlékszem, hogy Györfi pördült meg, és vagy hárman, vagy ketten, vagy hárman találták felébe. Igen, ezt olyan szépen átvészeltük a műsor elején a felvezetőkört is, és a rajtot is. Így talán csak... kinek égett le össze az autója, mit mondtál? Tibinek. Bocskainak. Mert Bocskait pont láttuk, hogy kigyullad az autója, de egyébként minden másod pont lemaradtunk. Ezeket nem tudtuk ugye elmondani, hát, pontosan mi történt velük. Konkrétan, amikor Györfi megpördült, ott pont előttem pördült meg. Ott, ha jól emlékszik, akkor Marsra is belekeveredett. A két Toyota, Dura is nekünk a szárnya tört le. Akkor az egyik McLaren-es is belekeveredett, szóval elég sokan benne maradtak. Igen, azért azt láttam, hogy Tepi is, meg Dura is kint voltak, valamelyik ő szárnyát cserélt, ha jól emlékszem. Peti? Igen, és ő neki egész meccsen, egész futamos spórolnia kellett, mert ugye füstölt neki a motor, és hogy ugye ezzel álljon, magasabb fokozatba kellett kapcsolni, és úgy kellett menjen. És úgy ne füstöljön el, ezért nem tudta nyomni a PC-se, és így spórolni kellett egész futamon neki. Szóval igen, neki már ott elment az egész. Igen, épp az előbb elmékedtük, hogy túl gyorsan váltja fel a fokozatokat. Mondtam is a műsorból, hogy pont azért, hogy minél nagyobb hűtést érjen el, illetve ne főjön szét az a motor. Gondoltam én arra, hogy a balesetnek következtében kell így közlekedjen, mert akkor ezek szerint ez így is igaz. Egyébként a 33. körig hogy érezted magad? Ugye akkor már bőven a harmadik helyen tanyáztál, akkor már talán 8 köre harmadik helyen voltál. Hogy érezted magad addig? Hát elég jó kis. Olyan csatában voltunk egy csapattársammal, kézik részbe mentünk felfele. Nem tudom, lehetett-e látni. Igen, láttuk. Egyforma idő, ezt úgy belülről is egyforma időket jöttünk. Volt olyan, hogy csak ezredek voltak a köridők között. De ugye már is plusz 20 kilóval ment, én pedig plusz 15 kilóval mentem. Ez egy kicsit hátráltatott is minket, de éreztem, hogy egy kicsit gyorsabb tudok lenni, mint ő. És sikerült megelőznöm. Persze úgy, hogy nem ütöm ki, nem történt semmi ilyesmi gond. Udvarival voltunk csatába egész, így ketten, így hárman csatáztunk akkor a dobogós helyét. Udvarival. Szerintem jó volt, jó kis taktikai csata volt, az inkább nem inkább ilyen... Nem erőfölényes volt, hanem taktikázás volt, így van. Nem tudom most, ha egyik körbe járni vagy most. Most jelenleg a 33-ban. És ugye, ha jól emlékszem, akkor itt Udvardi a harmadik, és én vagyok a negyedik. Így van. És várjál az ötödik. Igen. Igen, erre úgy emlékszek, hogy ugye a közepes és a kemény keverék volt a négyelet ezen a így van, és pont most a 8. helyen Benkő László. Jézus Isten, mekkora hibát kivetette a Kurdi Levente. Atyavilág lehúzódott a pálya szélére, és icipicit rátette a kerekét ugye a 7. helyen. 8. most már. Rátette egy picit a fehér felfestés, és leszippantott az autót az útról. Hát így Benkő szépen elment mellette gond nélkül, hibamentesen. Kurdinak elég sok hibája volt a mai estén. Mondja csak. A fehér szegélyekre nagyon kellett figyelni, főleg a boxba járatnál. Ott, ha ráraktad, ott teljesen megállt a kocsi, és ott fel is lehetett akadni rá arra a fehér szegélyre. Visszatérve, hogy ugye a közepes kemény keverék volt megengedett, és sokan egy kiállással próbálkoztak. Hát én két kiállásra mentem, meg a csapattársam is, de ez látszódik is szerintem. És ugye Udvardi meg az egy kiállást próbálta. Szóval, hogyha a 35. kör környékén vagyunk, akkor ezek azok a körök, amit én és a csapattársam várai kinyomjuk az autó szemét, hogy megpróbáljuk utolérni Udvardit.
Igen, és közben a 12. helyen Durai Peti és Rajcsányi próbálnak végre dűlőre jutni, melyikőjük a keményebb legény a gáton. Hát eddig úgy látom, hogy Rajcsányi. Kezd is egy kicsit elnyúlni Durai Petitől. És ugye ott a háttérben jön két pilót, ugye Benkő és Kurdi. Ők még mindig csatároznak egymással. Hűtőket úgy látom elég halacsonyan használtátok. A középső szekciókban, ahol lassabban mentetek, nagyon sokan füstöltetek. És Rajcsányi egy hibát követel. Így szépen le tudják őt körözni. Hát igen, az elején is látszódott, hogy sokan füstöltek. Hát ugye ez azért is van, mert a hűtőkkel próbálnak játszani, hogy minél alacsonyabb hűtők sem menjenek, ami kibírja az egész utamot. De hát valaki beleesett abban a hibában, hogy olyan alacsony hűtéssel próbált menni, ami nem bírta szó szerint. Például a rajtán ezt a pörgést, nem bírja. Így van. Így járt Bocska is. Így van, annyira igen. Pörgette a rajtnál, hogy és a hűtés alatt négyes hűtéssel ment, és annyira pörgette a rajtnál, hogy nem bírta a motor, és megadta olyan. Mhm. Uh-huh. És mennyire? Ugye kiesett. Nem kiesett, hanem meghalt, megállt az autó, igaz? Nem halt meg, csak az autó állt meg, így igaz? Azt mondom. Ezen a 8. helyen Kurdi próbálja Benkővel a lépést tartani, illetve visszavenni tőle azt a pozíciót, ami az övé volt még másfél körrel ezelőtt. Most már két körrel ezelőtt. Két csapattás. A Rajcsai problémája a QL volt. Ez üzemanyag. Így van. Akkor jól emlékeztem, hogy tankolás is van, ugye? Hát a tudtam elején van tankolás, hogy nem volna. De az annyi benzinnel kell menni, ami kívül az egész futamot, és Rajcsai belesett abba a hibámokkel, és benzint töltött. Hát elszámoltam vele. Volt ezzel más is így. Akkor futam közben nem lehet így van. Én is jártam már egy más versenyen, ahol én voltam a Matej Zseni, és az utolsó két kanyarjában fogyott ki az autóm a második helyről. Hát kellemetlen tud lenni. Más is tudna erről beszélni, ugye operatőr társam is járt már így nem egyszer, nem kétszer. Így van, kedves Attilánk. Igen, és ő is volt, úgyhogy a második helyről kényszerült feladni a futamot, mert elszámolta magát ő is. Igen, nem mindegy, hogy az ember ugye kipörgésgátlót hogy használja, mennyit tud szélárnyékban haladni, mert aki kipörgésgátló használata nélkül megy, az egy picit többet fogyaszt, mint az, aki magas kipörgésgátlót használja. Ugye nem tudnak elforogni a kerekek, sokat számít, akár körönként 1 decit, ami aztán a végén lehet 1 liter, ami pont elég. Ezt nagyon nehéz kiszámolni. Másik Kurdi és Benkő mindig próbálkoznak egymással. Jelenleg ugye a 37. körben járunk. Mondok egy sorrendet visszafelé természetesen, az én szokásaimhoz híven. A 11. hát Durai Péter, Raptor 2. 11. helyen Teplán Gábor, ugye Raptor 1. Tizedik, bocsánat, igen. Akkor közben valami történt. Nem, 11 Durai és 10. Teplán. Hát nekem más mutatott még egy fél körrel ezelőtt. Valami meg van balondulva nekem a segítségem. Na mindegy, 10. akkor ugye Teplán Gábor. 9. remélhetőleg Marsa Nándor. 8. Kurdi Levente. 7. csapattársa Benkő László. 6. helyen Búzási Dániel. 5. helyen Várajai Szabolcs. Egy kicsit küzd azzal az autóval. A 4. helyen csapattársa Nagy Tibor. Jön Tibink. 3. helyen Udvardi Martin. 2. helyen Takács Ákos. És 1. helyen Varga Tamás. Mi a véleménye Takács Ákosról? Ugye ő most indult veletek először.
Hát gyors, gyengen súlyozott, jól megy. Hát sokan mondják UFO-nak az ilyet. Hát, van lehet. Benne valami. Van benne valami. Jól megy, tényleg jól megy amúgy. Hát lehet, hogy legelsőnek ez a pálya nagyon fekszik neki, attól is lehet UFO-t neki. Előző pályán is. Hogyha nem esett volna ki, akkor simán ott lett volna az elejébe. Hanyadik körben vagyunk? 38-ban. 38? Igen. Csak így gondolkodok így visszafele. Még lesz történés szerintem? Ugye mennek a lekörözések, jelen pillanatban pont Varga Tamás az első helyen körözte le az Durai Pétert. És Teplán Gábor 160-nal halad a pályán, és alig tudja az úton tartani. Mit tudsz erről? 38. kör, Teplán Gábor, nagyon-nagyon alacsony sebességgel. Hát, hogy őszinte legyek erre, nem sok mindent tudok, de szerintem mögötte fog jönni majd a csapattársa. Mögötte fog jönni szerintem a csapattársa, majd nézzétek meg, hogy hol van. Hát a mezőny át fog haladni így Teplán Gáboron a 10. helyen. Ugye hetedikben 160-nal közlekedik, 180-nal. Nem nagyon nyomja neki. Igen, valószínű egy üzemanyag gondja lehet. Nem. Tippeim szerint. Nem, nincs neki üzemanyag gondja, csak bevárja szerintem csapattársát. Mert ott jön mögötte szerintem. Csak ugye Petinek még spórolni kellett. És most is azt teszi. Dráma a pályán. Teplán Gábor félrehúzódik mindenki elől. És lehet, hogy tényleg így igaz, ahogy Tibor mondja, hogy bevárja csapattársát, Durai Pétert. Vajon mi lehet ennek az oka? Ugye teljesen fenn voltak. És lehet megbeszéltek valamit. Igen, ott voltam, hát csak már nem nagyon emlékszek. Közben elhalad mellettük ugye Benkő és Kurdi, még mindig csatároznak egymással, és még mindig Benkő van előrébb. Kit? Igen. Igen. Nagy a baj. Igen, és közben én Dulaira tettem a képet. Ugye, Dulai és Teplán. Így van. Csak hát ugye kőt adtak, akkor lehet már Marga Tamás utolsó kettős. Hát 41. körbe jár az élmezőny. Na hát akkor az utolsó kör. Kapcsoljunk a 41. helyre. Az első helyre Varga Tamásra. Ugye most jár a harmadik szektor előtt. Most fogja átlépni a vonalat. És ugye a harmadik helyen még nem dőlt el szerintem. És nézzük meg, hogy Varga Tamás hogy hozza be ezt a Ferrarit az első helyre. Ugye szinte majdnem azt lehet mondani, hogy rajt célgyőzelemmel. Nem sokáig tudott vezetni Takács. Így van, első helyen akkor Varga Tamás be is fejezte a török nagy díjat. Kapcsoljunk a második, harmadik helyre. Harmadik, negyedik, bocsánat. És Udvardi Martin. Közben Takács Ákos is befut. Ő lett a második Red Bull színeiben.
Utvardi elhibázta. Közben Tibi is hibázik a harmadik helyen, nem tudom, fűnyírózik-e, vagy csak szedi a súlyt a gumira, nehogy a súlyon megbukjon. És Várajai Szabolcs is, és Udvardi Martin is ugyanabban a kanyarban ugyanúgy csúsznak meg. Az utolsó körben. Ráadásul ez az utolsó kör így igaz, és Szabolcs átvette így a helyet. Atya ég, Várajai Szabolcstól. Júj, hát igen, negyedik helyen akkor Várajai Szabolcs, ötödik helyen fut be, akkor Udvardi Martin, utána Búzási Dániel, hatodik helyen, hetedik helyen fut be Benkő László, nyolcadik helyen Kurdi Levente, kilencedik Marsa Nándor, kilencedik helyen, Teplán Gábor és Durai Péter az utolsó kör utolsó két kanyarában boxba jönnek. Mind a ketten a boxban fogják a futamot befejezni. Ez egy érdekes. Vicces. Így hát 10. Teplán Gábor, 11. Durai Péter, és be is állnak szinte a boxba, becurikkol az egyik orral, a másik farral. Csak hogy ne legyen hiány érzet. És egymás mellébe parkolnak, hát nem tudom, hogy ez olyan búcsúszaga volt ennek. 12. Rajcsányi Gábor, 13. Dénes Martin, 14. Györfi József, 15. Sülcsirkénk, akkor 15. Tóth Geri, és akkor 16. helyen volt ugye a sülcsirkénk, aki két sülcsirke, két sülcsirke, Bocskai Tibor, és Györfi is, így van. Hát a három grill csirke egymás belé beparkolt. Na hát, köszönjük a figyelmet, még a héten találkozunk, ugye csütörtökön este URL. Egy új móddal. Igen, egy új móddal, hogy kíváncsian várunk. Hát, kicsi változtatásokkal, de mégis új, úgymond, mert az új lesz a nézőknek, pedig ugyanaz majdnem. Ami elméletileg a VFR alapjaira épült, ugye az AL változat, ha jól emlékszem. Igen. Úgyhogy akkor csütörtökön este találkozunk, addig is mindenkinek további szép napot. Sziasztok! Sziasztok!